Jelentős virág és rügykárokat okoztak a hazai gyümölcsösökben a március végi és április eleji hideg és az éjszakai fagyok, így idén már a legtöbb gyümölcsfajtánál legfeljebb csak közepes lehet a gyümölcstermés. Az első hidegbetörés legfőképpen a kajszibaracban és őszibaracban okozott károkat, míg az április első napjaiban tapasztalt mínuszok már mindegyik gyümölcsfaj esetében jelentős virágkárokat eredményeztek. Ez a mostani időjárás nem szélsőséges, csak ugye minden évben, mikor ismétlődik, az már egész kellemetlenné válik. Tudnilik az első nagy fagykár, amit itt majd nem soká tudok mutatni, az a múlt héten jelentkezett, éppen ma egy hete, vagy holnap lesz egy hete. Ami még akkor megmaradt, és ami most irázik, annak is megvan a veszélye, hogy a holnap reggeli várható hideggel az is el fog fagyni. A legnagyobb mértékben a korai fajták sérültek. Itt van olyan fa, amelyiken szerintem 70-80%-ot sejtek most. Ezen már alig van épp virág, amelyik részben elvirágzott, de azért barnult egyébként is, mert fagykárt szenvedett. Ami később virágzik, azon még van remény. Tehát az előző fagyat megúszta. A virág és rügykárok felmérése folyamatban van. A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy a kármérték nagyon változó, nem csak gyümölcsfajonként, hanem azon belül fajtánként, termesztőkörzetenként, emellett még olyan lokális tényezők is befolyásolják, mint a terepviszonyok vagy a talajadottságok, tette hozzá. Hát a következő, ami hónap reggelre várható, mert ugye ezek általában egy éjszak, egy hajnalos fagyok, az várható, hogy a később virágzó kajszibaracka, amelyik itt mögöttem is van, nekem is van itt saját, és most jönnek az őszibarackok. Védekezni? Nem egyszerű védekezni. Kisüzemileg gyakorlatilag vegyszeresen talán, de az se egyértelmű. Igazából ezzel az erőszéllel, ami ez az áramlófagy, ez nem lehet védeni. Én vízzel próbáltam itt védekezni, vannak vízes hordóim, de hogy milyen sikere van, azt én most nem tudom megítélni. Itt, ahol egy-egy fa van, itt nincs is esély arra, hogy megmeneküljön. Olyan esetekben, ahol összefüggő gyümölcsös van, ugye valamikor voltak ilyen füstgyertyák, egyebek, de szerintem azok se jellemzők. Átfújja a szél, és gyakorlatilag esélytelen, hogy megmeneküljön. A kajszibaraszban a legnagyobb a virágokat és a gyümölcskezdeményeket ért károsodás mértéke, körzetenként eltérően 70-100%-os virágkárral számolnak. Jelentős virágkár sújtotta még az őszibarackot, továbbá 50% felette a virág és a rügykár a cseresznye és a körte esetében is. Nem kímélte a hideg a diót, a medgyet, a szilvát és az almát sem. Ezeknél a fajoknál ugyan mérsékeltebb a károsodás, általában 20-50% közé tehető, azonban egyes fajtáknál és termesztőkörzetekben a virágkár mértéke akár az 50%-ot is meghaladhatja. Jelenleg csak virágkárokról lehet beszélni, az idei termés szempontjából döntő lesz még a következő hetek időjárása is, így a várható termés egyelőre nem előrejelezhető, legkorábban a virágzás után 4-6 héttel május végére becsülhető meg.